Pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy sikeres sajtófőnök, György Bence, a 15. Európai Makkabi játékok után vagyunk, és hála Istennek nem történt semmi negatív. Vagy igen. Volt azért negatív? Azt mondta egy kollégám, hogy ha rá van téve eleve egy plakát, vagy Dávid csillag, nem fognak még egyet mellé rajzolni. Ugye ez egy transzparensen világos a zsidó rendezvény volt. Ebben ezt lehet szeretni, nem szeretni, belekötni nagyon nehéz. Úgyhogy hál' Istennek ezt a társadalmi célt elérte ez a rendezvény, hogy mindenki boldogan vagy semlegesen, de békében figyelte az eseményünket, és ezért is fantasztikusan sikeres volt. Nyugalomban. Volt azért egy politikai egyesülés, aki a bíróságra akart menni azért, mert csak zsidók versenyezhettek. Erről nem is hallottam. Ez egy olyan egyesület, illetve párt, akinek parlamenti képviselők van, de ők nincsenek a mi vendéglistánkon, úgyhogy nevüket nem mondjuk. Megnyitó. Nagyon izgalmas volt, majdnem végigültem az egészet. Sokáig titkolóztak. Merjünk azért egy kicsit negatívok is lenni, ettől egy kicsit többet vártunk a kulturális résztől. Ez a műsor nagyon sikeres volt, tehát aki látta, különösen a tévében, aki nézte, elképesztően jó visszajelzéseket kaptunk rá, nagyon-nagyon jó volt a hangulat, imádták a bevonulást, a résztvevők, tehát amit várunk egy ilyen megnyitótól, hogy ez a 2300 ember, ez extázisban vonult be a stadionba, és közben... Azt tényleg lehetett látni. Az fantasztikus volt. A műsor egy szubjektív megítélésnek a tárgya, nekem nagyon tetszett. Én kérek elnézést, mert az olimpiákat otthon a fotelból szoktam nézni, és most rendhagyó módon a nézőtérről néztem, és hozzá vagyok szokva, úgy látszik, a dobozhoz, és nehéz befogadni egy egész stadiont. Igen, egy ilyen ünnepség... De a hangulat ünnepség, azért rend, nagyon igen, rendben egy volt. Ünnepség az részben tévéműsor, részben a ott lévőknek szóló műsor, hol tévében lehet jobban élvezni, hol a helyszínen. Nyilvánvaló, hogy a helyszínen is nagyon sokan élvezték, fantasztikus hangulat volt. Sajtófőnök úr, ön azelőtt nem úgy kezdte, mint sajtófőnök, hanem mint szerkesztő, mint újságíró, ahol nagyon keményen belenyúlt anyagokba és megrövidítette. Nem kellett volna a beszédeket is megrövidíteni egy picit? Ezek nem voltak hosszú beszédek. Csak ugye, hogyha, csak beszéd, hogyha van egy hangulatos műsor zenével, tömeggel, sportolókkal, minden mondat már hosszúnak tűnik. Tehát én megértem, akinek ez sok, de valójában a leghosszabb beszéd is 5 perces volt csak. Mi okozta azt, hogy, mert az is egy ilyen nagy talány, és nézőink nagyon kíváncsiak, hogy a legutolsó percben mégsem kinn a szigeten volt a zárónap. Ennek a pontos hátterét én sem ismerem, hiszen biztonsági okai vannak, ami nem az én feladatom. Azt gondolom, hogy látva egy-két korábbi eseményt már a héten, nagyon kusza volt a megérkezés egy-egy helyszínre. Nagyon nehéz volt buszokkal struktúráltan ennyi embert egy helyre egy időbe eljutatni. Úgy ítélték a szervezők és a biztonsági és felelős vezetők, hogy a szigetre vagy csak busszal lehet kimenni. Egyszerűen biztonságban ennyi embert nem fogunk tudni időben eljuttatni. Rengeteg ember az gyalog ment volna, tehát ilyen típusú káosz szerettek volna elkerülni. Amit nehezebbet volna már biztonságosan védeni. De mondom, nem vagyok biztonsági szakember, de ilyesmi volt szóka annak, hát a biztonsági jobból át. Egy ilyen hét után akár biztonsági szakember. Most már eleget dicsértem, most akkor jöjjenek a kritikák. Több kritikus azt mondta, hogy szenzációsak voltak a játékok, jól voltak megszervezve. Egy dolgot nem ért el a rendezvény, nem tudott a tömeggel találkozni. Mint hogyha hermetikusan elettek volna zárva, hisz a játéktereken eleve a befogadó lehetőségek kicsik voltak, nem a kampusznál, hanem egy vívóterembe, vagy ne soroljam tovább. Tehát a tévé közvetítések sem voltak elegendők ahhoz, hogy ilyen átütő siker legyen, és minden budapesti tudja, hogy most egy szenzáció történt. Igen, hát ennek több oka van. Én előtte is mondtam már itt ebben a stúdióban, a heti tévében, hogy nem minden helyszín alkalmas tömegbefogadására. Kifejezetten hangsúlyoztam, melyik azok a helyszínek, ugye a Ludovika, a Lantos. Sőt, fölhívta a nézők figyelmét, hogy hova menjenek. Így van, és hova a Sport 13, vagy a Hajós Alfi Sportuszoda, ahol sokkal több ember fér el. Ugye a Sport 13-ban a futszápályán lelátó van, a Lantoson lelátó van. A Sport... Én nem csak erre gondolok, arra gondolok, hogy
volt például ez nem a hirdetése, a tókiói olimpia, akkor Tókióba és környékén minden kioszkba lehetett tókiói olimpiai radírtól kezdve a trikó. Mit igen, látunk, ez mi a valami? Makabi Európa játékok. Tehát a lényeg az, hogy mi próbáltuk minél több emberre jutatni a játékoknak a hírét, hogy ez van. Azt minden megtettünk meg. Érte. Ezek közösen is sokat tettünk érte. Tehát tudni kell, hogy nem, ez nem egy tömegrendezvény. Tehát még Izraelben a világjátékok sem kavarja fel Tel Aviv életét. Tehát nem, mert mindenki elmegy nyaralni. Nem mondhat. Tehát igen, miután nem, ugye sok élsporttól vesz részt rajta, de a rendezvény jellege nem egy élsport, nem része a világsorozatoknak. Tehát itt nem avatnak világbajnokot, nem avatnak Európa-bajnokot. Ezért a nagy tömeg sportközönség inkább megnézi tévében, elolvassa a híreket, nem fog valószínűleg kimenni rá. Ez egy zsidó közösségi esemény. Mégis a tény az, hogy ennyi zsidó Európából és a világból sosem volt még egyszerre jelen Budapesten. A magyarok közül is, a magyar zsidó közösségből is tömegesen vettek részt, akár a szombati szombatfogadáson péntek este, akár hát mondjuk nem lehetett egy rajszöget lejteni a Dohány utcába. Igen, tehát ezek a kereteink, tehát az, hogy amennyien elfértek a Megnyitón, amennyien elfértek a Dohány utcában, amennyien ki tudtak menni a Ludovikára, egy közösség esemény, egy izraeli esre, egy záróünnepségre, amennyien elmentek drukkolni a magyar csapatnak egy futszál döntőben, tehát ez erre volt elég. Ön a sajtóosztályzata, most már gondolom megvannak a visszajelzések. Milyen volt a fogadtatás a nemzetközi médiában? Az nagyon izraeli médiában ragyogó volt. Összesen 173 sajtóregisztráció érkezett, nyilván ebben vannak fotósok, operatőrök is, de nagyon sok közöttük, több mint 20 a külföldi újságíró. Tehát nem technikus, nem mérnök, hangmérnök, hanem kifejezetten újságíró vagy tévériporter. Most vasárnap ment le az izraeli Kán TV-n egy 8 perces fantasztikus riport, amit az izraeli tévének a ide delegált munkatársa készített, és hát ezt több százezren látták Izraelben, hasonlóképpen számolnak belőle a Bild Zeitungban, Németország legnagyobb újságjában, annak a riportere szintén Magyarországon volt, a zsidó média egész Európában foglalkozik vele, most jelent meg a cikkek a Jüdische Allgemeinében, a Jewish Chronicle-ben, tehát nagyon-nagyon messzire elvitték a hírét. És Magyarországon pedig tényleg fantasztikus volt, és nagyon szépen köszönöm a média segítségét, Heti TV-nek is, és többi média partnerünknek is, és nem média partnereinek is, mert gyakorlatilag minden magát komolyan vevő média cég Magyarországon készített a riportokat, beszélgetéseket, tehát tudtak róla a magyarok. Meglepetés volt-e a magyar sportvezetőknek és a szervezőknek, hogy az összesítő táblán Magyarország a második helyre jutott? Igen. Igen. Korábban a magyar csapat vezetője 30 érem körül becsülte az eredményüket, ugye ezt háromszorosan túlszárnyalták. Ami nem azt jelenti, hogy tud jól becsülni. Ennyire jók voltunk, vagy annyira gyengék voltunk? Szerintem jók voltunk. Tehát ugye ez a csapat nyilván nagyon sok új sportolóból állt, hiszen sose volt még 200-nál nagyobb magyar delegáció. De nyilván voltak olyan tehetségek, olyan erős csapatok benne, aminek az eredményét nem akarták a szakemberek megjósolni. Lehet, hogy egyrészt a hazai pálya előnye, hogy sokan kimentek drukkolni, barátok, családtagok, ismerősök. Az, hogy... Sőt, a sportolók is a többieknek. És ugye ez tényleg a legmakabbi Európa játéka volt, tehát nagyon sok sportág volt, nagyon sok sportolóval, a legnagyobb magyar delegációval, hát maguk a számok, hogyha nagyon szigorúan vettük volna, predesztináltak egy jobb eredményt, de hát ugye a vezetés szerényen becsült, és csak 30 érmet jósolt. Bízunk benne, hogy hamarosan majd még hallunk sokat, úgy a sajtófigyelésekből, meg az eredményekből, meg biztos külön ünnepelni fogják a magyar delegációt, amikor a nemzetközi makabéja lesz. Igen. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel, amit Győr Bencével, a Makabi 15. Európai Játékok sajtó főnökével folytattunk, véget ér a mai Pirkadat politikai magazinműsorunk. Velem este 7 órakor a 7 órás magazinba találkoznak, addig is jó tévézést tartsanak velünk. Most következik a Mindentől Független híradó. Ne felejtsék elmondani ismerőseknek, barátaiknak, hogy ilyen is van, és hogy hol lehet megtalálni minket. Országszerte és természetesen a határokon kívül is. Viszontlátásra!